Sziasztok, a mai Forma 1-szer egy sprintben az Alfa Romeo-val ismerkedünk meg egy picit jobban. Tartsatok velem! Az Alfa Romeo, vagy hivatalos nevén az Alfa Romeo F1 Team Orlen története igazán kacifántos az F1-ben. Bár volt már Alfa Romeo csapat az F1 történetében 50-51 és 79-85 közt is, előbbi két év alatt két világbajnoki címet is szerzett, de valójában a mostani Alfa Romeo családfája nem ide vezethető vissza, hanem a 93-ban, Svájcban Peter Sauber által alapított Sauberistálóhoz. Bár ez a csapat a BMW-vel is állt már nagyon közeli kapcsolatban, de 2019 óta Alfa Romeo néven versenyeznek. Az autót a Ferrari erőforrása hajtja, és az idei modelljük a C42-es nevet kapta. A csapat eddigi legjobb egyéni eredménye Kubica negyedik helye volt 2008-ban, míg a konstruktőri versenyben a dobogó második fokára is felértek 2007-ben. Tavaly a 9. helyen zárták a csapatok között, így nem meglepő, ha idén szeretnének előbbre lépni. Zhou Guanyu, akinek a nevét így kell írni, a magyar helyesírás szerint így fogunk vele találkozni a cikkekben, de a közvetítésekben ezt a verziót fogják prezentálni, Kína első Forma 1-es versenyzője. 1999. május 30-án született, és a 24-es rajtszámot választotta. Első Forma 1-es futama minden bizonnyal az idei Bahreini nagydíj lesz, így F1-es eredményeit nem igazán érdemes firtatni. F2-ben viszont tavaly a harmadik helyen zárta a bajnokságot, és az elmúlt három évben háromszor indult pole-ból, és 5 győzelmet tudhat magáénak az F1 előszobájából. Valtteri Viktor Bottas második keresztnevét valószínűleg csak a családi szaunázások során használja. A finn versenyző a tapasztaltabb pilóták közé tartozik, hiszen 1989. augusztus 28-án született. Rajtszáma a 77-es, de ő még azon versenyzők közé tartozik, akik versenyeztek abban az időben, amikor a korábbi év konstruktőri helyezése alapján osztották a rajtszámokat, ugyanis az első futama a 2013-as Ausztrál nagydíj volt. 178 futamon indult eddig, ez idő alatt 20-szor indult az érről, és 10 győzelmet zsebelt be. Összesen 1738 pont büszke tulajdonosa, és 2-szer végzett a bajnokság második fokán, míg tavaly a harmadik lett. Nagyon röviden ennyit érdemes tudni az Alfa Romeo-ról a 2022-es szezon előtt. Holnap után az Aston Martinnal ismerkedünk meg. Tartsatok akkor is velem, addig is, szevasztok!